Szerelmes levél atyától. Gyermekem, lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. Minden utadat jól ismerem. Míg a hajszálaid is mind számon vannak tartva, mert saját magam hasonmására teremtettelek téged. Anélkül, hogy tudnád, én bennem élsz, mozogsz, létezel, mert az én nemzetségem vagy. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetén. Nem véletlen az életed, mivel teljes egészében minden tetted le van írva a könyvemben. Én határoztam el pontosan a születésed idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. Félelmetesnek és csodálatosnak alkottalak meg. Én formáltalak anyád méhében, én hoztalak a világra születésed napján. Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem. Nem vagyok tartózkodó, sem haragos, hanem teljes szeretettel tekintek rád. Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak, csupán azért, mert a gyermekem vagy, és én apád vagyok. Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál, mert én vagyok a tökéletes apa. Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből ered. Mert mindenben gondoskodom rólad, és ellátlak mind azzal, amire szükséged van. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli, mert örök szeretettel szeretlek téged. Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton, és én örvendek neked hangosan énekelve, sosem únok bele abba, hogy jót tegyek veled. Mert az én kincsem vagy. Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked, és én hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kérését, mert én adtam neked azokat a kívánságokat. Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt elképzeled, mert én vagyok a leghűségesebb bátorítód. Az atya vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. Amikor a szíved megtört, akkor vagyok közel hozzád. Mint ahogy a pásztor karjára gyűjti a bárányát, a szívemhez közel úgy hordoztalak téged. Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről, és megszabadítalak az összes földi fájdalmattól. Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogy Jézust szeretem. Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. Ő és én egyek vagyunk. Ő azért jött, hogy bebizonyítsa, hogy én veled vagyok, és nem ellened, és hogy elmondja, hogy nem tulajdonítom neked vétkeidet. Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékéltessünk. Az ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. Feladtam mindent, amit szerettem, azért, hogy megnyerjem a te szeretetedet. A befogadott fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be. Soha, semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől. Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a mennyország valaha is látott. Én mindig atya voltam, és mindig atya leszek. Az én kérdésem ez. Leszel-e te a gyermekem? Várok rád. Szeretettel, édes atyád, a mindenható Isten.